Csizmás Kandúr. Készült a Grimm testvérek meséje nyomán. Na, Hans, megint álmodozol? Nem, most gondolkodok. Na és min gondolkodik a mi Hansunk? Hogy egyszer Molnár lesz? Vagy hogy kocsis, hogy a boldogság az utcán hever, csak le kell hajolni. Jaja, hagyjátok. Ismerjük az álmaidat, Hans. Nem tudtok ti semmit. Álmodoz csak, Hans. Jól jön a nehéz időkben. De ne feledd, hogy tennünk is kell az álmainkért. Na, haladjunk! Abaddon nem akar várni az adóra. Bizony nem. Itt nem segít az álmodozás. Időpocsékolás, Hans. Apa! Apa! A lisztet! Adjátok el! Abaddon be akarja szedni az adót! Nyugodj meg, apa, kérlek, nyugodj meg! Ha ilyen nyomorultul kell meghalnom. Mit tanítottam nektek? Igen, összefogunk, összetartunk. Igen. Az örökségetek. Apám, nem halhatsz meg. Hermann, tiéd a malom. Légy mindig jó, Molnár. Jó. Te, Hubert, te kapod a szamarat. Jól gondoskodj róla. Gondoskodom, apám. Gondoskodom. És Hans? Mi van velem? Tiéd a kandúr. A kandúr? Igen. Álmodom. Mit csináljak? Én jártam a legrosszabbul. Hermann legalább lisztet készíthet. Hubert lovagolhat a szamarán, de én? Mit kezdjek én veled? Egy kandúrral? Csináltatok egy pár szörmekesztyűt a bundádból. Aztán végeztünk. Minkusz, cicuskám, időpocsékolás, és ez itt az élet. Jól van, Hans, nem kell megölnöd. Te tudsz beszélni? Nem kell megölnöd, hogy ócska kesztyű legyen a bundámból. Inkább csináltass nekem egy pár csizmát. Egy pár csizmát? Neked? Hogy ki tudjak mozdulni, hogy emberek közé mehessek. Aztán majd tudok segíteni rajtad. De segíteni nekem? Én pedig adjam ki az utolsó vasam, kidobjam a pénzem egy pár csizmára. Ilyen ostobának nézel. Hagyj engem békiben. Hé, Hans, tudom, mit kell tennünk. A boldogság a lábad előtt hever. Csak bízd meg bennem. Mit mondtál az imént?
Jó minőségű lábbelit, tessék! És most, Minkusz? Minkusz? Na, ehhez mit szólsz? Salut, mon ami! Nézd ezt a csizmát! Vadonatúj első osztályú egyedülálló! Egy első osztályú egyedülálló befektetés, à la bonheur! Csíp meg! Au! À la mi? À la bonheur! Ez franciául van, és azt jelenti, hogy éljen! Az udvarnál franciául beszélnek, Jeremy? Figyelj, mindent remekül csináltál, mert követted a zseniális tanácsomat. Ja, majd ha a bátyáimnak elmesélem, mit tettem. A bátyáid, a bátyáid! A bátyáid még csodálkozni fognak, eláll a szavuk, az fix! És ez? Ez mi? Állj neki! Amihez értesz. És most, eresz utamra, s'il vous plaît. Ahogy a néhai nagyapám mondta, minden levél zöld májusban és forra vér. Na ki, molnárkám? A macskákban. A kandurban, molnárkám, a kandurban. Ne mozdulj innen, au revoir. Láttad ezt, Hanzi öcsém? Ezt? A csizmás fickót. Nem láttam én senkit. Szeretik már ebben a faluban a jólelkű, nagy érdemű uraságot? Ellenkezőleg, nagy Abaddon. Csak nem bírnak a közeletben maradni. Mármint, hogy a boldogságtól. Miért olyan engedetlenek az emberek? Miért nem engedelmeskednek, csak ha kutyává változtatom őket? Mit gondoltok? Túl jó vagyok ezeknek a közönséges falusiaknak. Túl jó vagy, nagy Abaddon! Túlságosan jó! Elég. Ki ma a soros? A Molnár! Hozzánk jönnek! Azt hittük, már leléptél! Kinyitni! Tűnjen lakat, tűnjen zár! Ajtókapu nyitva!
Mit heverésztek itt? Felkelni? Te népnyúzó! Áruló kutyák! Melyik őtök a Molnár? Apánk most halt meg. Három nappal ezelőtt. Miattatok halt meg, szegény? Meg az átkozott adótokia! Csak úgy meghalt. Nem is kért engedélyt? Nem kért engedélyt a jóságos és nagyérdemű Abbadontól? És az adóját se fizette ki elég? Keselyük! Pénzbe hajtok! Csak! Szóval te is amolyan bajkeverő vagy, öcskös? Talán szájkosarat akarsz? Apád helyett is? Ne változtassát! Ne! Ne az öcsköst! Adj egy kis időt! Kifizetjük majd, ha visszajön! Nem félek tőled! Szemtelen tacskó! Érdekes! Legközelebb nem muszod meg. De hogy legyen időt félni, megtanulni rettegni, ezért... Na én... Egy spec kivehetsz, te vagy az, téged viszlek. Csili-vili karalábé, nem leszel te szafaládé. Pitizni! Nagyon jó! És mivel én egy jóságos nagy úr vagyok, egy igazán nagy lelki... Nagy lelki vagy és jóságos nagy Abbadon, mint senki más a földön! Ezért ma megkegyelmezek nektek, de legközelebb belőled Daxlit csinálok, belőled meg Pincsi. Milyen csodálatos napunk van ma, kislányom. Az ám, papa. Te mégis fáradtnak látszol. Nyúzott vagy, és vékony, és megint olvasol. Bele kellene szeretned valakibe. Bele szeretni. De kibe? Közel, távol, sehol senki. A szerelem, Frida, nagyon frissítő, és növeli az étvágyat. Nem vagyok éhes. És ha fogolypecsenye lenne, a kedvenc fogásod? Fogolypecsenye? Az sosincs. Tessék, ütött kétszer. Itt az idő. Tessék, Rórikás, jegyezd fel, mi történt birodalmunkban, mi történt a palotában tegnap óta. Jegyezd fel, világtörténelmi adalék. Miért nem beszélsz, miért nem írsz? Nem történt semmi érdekes. Minden úgy van, ahogy lennie kell, ahogyan minden nap a Regnum Ottonumban, felséges uram. Valami különleges csak történt. Egy fogoly
Egy árva madarat sem sikerült elejteni? Semmi. Semmi. Mint máskor. Csak ez a... varázsló, akinek a nevét nem is veszem számra. A gonosz varázslóra gondolsz? Arra a szörnyetegre? Bizony, arról beszélek. Róla is csak csupa rosszat hallok. Muszáj megfékeznünk a gazdfickót. Muszáj! Vagy talán nem? De hogyan? Ember nem tud vele szembeszállni. Senki nem ér fel a varázslói tudományához. Hozd a pénzedet, Hans! Össze kell fognunk. Nincs meg. Vettem belőle a kandúrnak egy csizmát. Ne viccelődj, Hans! Nem vicc. Csizmát akart, hogy segítsen. Hubert nincs. Elvarázsolták. Üldöz a varázsló. Te meg azt mondod, hogy az utolsó vasadat a macskára költötte? Van egy terve. Nagy terve van. És ha megbízunk benne... Megbízni a kandúrban? Ha meg is lenne az a párgaras Abadonnak, úgysem lenne elég. Egy egész zsák dukát kell, hogy Hubertet megszabadítsuk. És ez szerzi meg a kandúr. Igen. Reménytelen eset vagy, Hans. Reménytelen. Reményteli Herman. Nagyon is reménykedek. Néha napigen. Állj! Hová mész? A királyhoz. Oroa, hová máshová? Megőrültél? Egy kandúr a királyhoz? Piszok! Tudjátok, nagy örömet szerzek a király urunknak. Alor, engedjetek át! Mi van a zsákodban? Fogoly, madár, mi más? Fogoly! És most el az utamból, tudd az itt? A király hálás lesz nektek! Felség! Nagy újság van, felség! Nagy újság van! Egy ember, egy férfi, egy gyermek, egy szóval valaki bebocsátott. Dönts már el, egy férfi vagy egy gyermek? Tudod, nehéz ezt megmondani, sok szőr van az arcán, de a szeme olyan világos, és úgy csillog akár egy kisgyereké, és nagyon finom csizmája van, gazdagnak tűnik, ezen kívül nagy... Elég, elég, hívd már be! Lehet, hogy egy érdekes látogató. Szalű! Üdvözöllek, felség! És téged is, szépséges királylány! Gazdám Karabunkó Márki ajánlja magát felségednek. Karabunkó Márki? Karabunkó Márki általam küld neked és a szépséges király kisasszonynak. Egy zsák foglyot. Első osztályú minőség. Oh. Olyan friss, hogy még meleg. Fogoly pecsenye! Fogoly pecsenye! Fogoly? Ezek tényleg foglyok? Fogoly madarak? Szakácsné! Szakácsné! Gyorsan! Gyere gyorsan! Aha, mi történt már megint? Ezt nézd meg! Karaizé már kiküldte ajándékba. Hát nem csodálatos? Ah, de mennyire? Foglyok! Kopasz meg, készítsd a páclát. Hagyd ma vörösbor és ecet. Egy babérlevél. Borókabogyú. És ebben áztasd órákolát. Sietek, rohanok. Ennénk, végre megjött az étvágyunk. Most pedig, kedves követ, tehetünk érted valamit? Talán egy pohárka bort? Egy tálka, pohárka tejet kérek. Tejet? Hidegen vagy melegen? Hidegen. Mi is volt a gazdád neve? Gazdám Karabunkó Márki. Sose hallottuk még ezt a nevet, vagy hallottuk? Mit tudunk mi Karabunkó Márkiról? Karabunkó, itt nincs semmi Karabunkó Márkiról, és a térképen sincs. Semmi. Nagyon fura. Nincs benne a gazdád a nemesi névsorban? Csak nem francia nemes? Nem. Pas de tout? Nem francia semmiképp, csak nagyon visszavonultan él, ott a híd túloldalán. A híd túloldalán? És mondd csak, hogy néz ki ez a te márki? Papa! Nagyon csinos, nagyon fes. A nők egyszerűen bolondulnak utána, mondja ő! Az a sok bolondasszony mind megőrült, de neki egy se kell közülük. Hát ez nagyon jól hangzik. Meglátogatnánk ezt a márkit, vagy nem kellene? Nem kellene. Nem illendő így rátámadni szegényre. Kérdezd meg a gazdát, kedves követ, és
Vidd el a Márkinak ezt köszönetképpen. És add át neki királyi üdvözletünket, és hogy nagyon szívesen meglátogatnánk a kastélyában. Merci beaucoup. Várj csak! Adj neki te is valamit. Én miért? Te talán nem örültél a foglyoknak? A gazdám el lesz ragadtatva, főleg ettől a drága kincstől. Magnifique. Ja, szédülök. Na hát, ennyi újdonságot. Hé, emberek, ki ez a mező? Abadon varázslói! Minden az övé! Minden? Ihenni kellene kicsit. Mit szóltok hozzá? Irtó meleg van már. Ti emberek? És a gabona? A gabona az kié? Abadoné! Ki másé? Abadoné. Hé, ti favágók! Mondjátok, ki ez az erdő? A varázslói! Az erdő abadoni, a varázslói! Itt minden abadoni! Ugyan! Ez nem lesz már sokáig így. Már 3 napja elment. Inkább magamnak vettem volna csizmát. És mentem volna világgá. Hermannal és Huberttel. El innen. Mivé lenne a világ a kandúr nélkül? Hagyj békén. Micsoda üdvözlés ez? Ez a hála a segítségemért, Molnárka? Abadon kutyává változtatta szegény Hubertet. Elvarázsolta a bátyádat? Ó, de sajnálom. Sajnálod mi? Igen, és? Emiatt igazán nem érdemes szomorkodni. Te meg én megcsináljuk, te csak bízzál bennem. Jut eszembe, beszélsz franciául? A királyok nyelvén. Az ördög vigyen el, akár franciául is. Az ördög? Talán még ezt is vigyel. Ez igazi. Nem te magad mondtad, hogy a boldogság az utcán hever? Voilà! Mondjuk ez épp egy ládikában lapult. A király küldte. Saját kezüleg választotta ki. De nem hagyjuk annyiban. Holnap reggel ismét csizmát húzok, és... Ja, lenne még valami. Neked... személyesen. Micsoda illat? Ki ez a kendő? Ennek jobb illata van, mint a kovászos kenyérnek. Kovászos kenyér? Ez egy király kisasszonyé. Fridának hívják. És szeretne meglátogatni. Ne, ez nem lehet igaz. Komoly, tényleg? Fridának hívják? És hogy néz ki, mond? Egy igazi szépség, egy gyöngyszem. Fehér és tiszta, mint a friss tej. Kecses, pürge, mint egy menekülő egérke. Jobbat nem is találhattam volna. Mint a tej. Egérke? Én is adnék neki valamit.
Hé, Minkusz! Vidd magaddal! És add át üdvözletem! Gyorsan! Szét fog morzsolni, ahogy a malomkő a búza szemet. Kinyitni! Mit csinálunk? Kinyitni! Kifizetjük őket. Hans! Mi van? Van egy zsák aranyom. Ezzel ne viccelj! Hogy nem védekeztek tovább? Mi folyik itt? Abaddon nevében elítélünk benneteket, ti Molnár fiak és gazfickók! Nem, kifizetjük az adót. Kifizetitek? Mit mutyog ez a szemtelen fickó? Az én adóim kifizethetetlenek. Kapjátok el őket, át akarom őket változtatni, csili-vili karalámbi! Kifizetjük az adót! Kifizetjük most! És te visszaváltoztatod a bátyánkat! Fizettek, lemezzabálók! Mennyi az adóságuk? Mennyi áll azon a számlán? Mindjárt mondom, nagy uram, annyi, mint négy, az összesen annyi, nagyjából annyi, mint... 18 dukát tiszta aranyból! Ide a tenyerembe, természetesen! 12. 12. Alkodni merészelsz? 4 meg 4 meg 4. Az 12. Az 12. Az 18! 18. Nem mindegy, hogy 12 vagy 18, ha úgyse tudjátok kifizetni. Csili-vili kararábi! Állj! Négy. Meg négy. Meg négy. 18. 18 dukát. Kemény, mint a száraz kenyér. És most add vissza a bátyánkat. Bolond vagy? Semmit nem adok vissza, amit megkaparintottam. Egy csaló. Micsoda egy csaló. Nem kellene, nagy uram, mert hogy mégiscsak fizetett. Vedd az aranyat. Te meg, ne örülj annyira. És Hubert? Nagy uram! Most pedig ki kell akkumulálnunk, hogy honnan ered a Molnárék hirtelen meggazdagodása. Ki kell kémlelnünk? Zseniális ötlet! Az embertelen nagyság és bátorság felvillanása, mármint... Hogyan? Hogyan fogjuk? És ki? Szép feladat ez neked. Hogy én? Nagy uram, én... Kezed, lábad összemegy, minutóan átmész enten kiskutyába. Szimatolj körbe. A kutyáknak legendásan jó orruk és fülük van. Visszamegy erre, míg meg nem tudod az igazat. Thank you.
Mit gondolsz, visszajön még? Vajon hoz még valaha fogoly madarat? Az életnek értelme lett. De mennyire, hogy lett? Jaj, ez a fogoly pecsenye. Ez a Márki. Hogy, a Márki? A fogoly pecsenye. Na, én is ezt mondom. Mi lenne, ha meglátogatnánk, Frida, a beülünk a hintóba, és meglátogatjuk? De apám, mit fog gondolni rólunk? Már mit gondolhatna? Meglátogatjuk. Salut, Majesté! Gazdám, üdvözölt titeket! Új húst hoztam! Qualité supérieure! Ez a húsi, ez a finom pecsenye, isteni pecsenye! És ezt a koszorút. Fogalmam sincs miért, ezt küldi neked a Márki. Szokatlan tehetsége. Ó, kedves barátom! Azt se tudjuk, hova legyünk örömünkben. Krónikás, jegyzetelj! Szolga, siess! De miért egyedül? Hol van a Márki? Nos, nagyon sok dolga van a Márkinak. Egész állónap a kisasszony keszkenőjét szagolgatja. És a tóban fürdik. Fürdik? Igen, a tóban. És a herceg kisasszonyra gondol. A tóban? És rám? Milyen lehet ott a tóban? Rettenetes és hideg, szörnyű. Minden csupa víz. Ez a tó olyan szörnyű, mint a fű. De a Márki kedveli ezt a helyet. Jó, jó, ez nagyon is jól hangzik. Elmehetnénk mi is a tóhoz. Mi is kedveljük a vizet. De valamit elfelejtettünk megkérdezni. Mennyi idős ez a Márki? Jaj, papa, ne kezd újra! Elég fiatal, ez egy ön. Pont megfelelő korban. Ha, az nagyon jó, és egy... egy igazi hős? Mais oui, ő a legnagyobb hős, akit ismerek. Hallod ezt, Frida? Igazi hős? Ahogy a nagy könyvben meg van írva. Megkínálhatunk valamivel, kedves követ? Talán most innál egy pohár bort? Merci, nagyon köszönöm, de maradok inkább a tejnél. Én is tejet kérek. Te is tejet kérsz? Mégis mi történt veled? Semmi. Hát, itt vagy végre, végre. Gyere, pitizzél nekem, hop-hop! Kezed, lábad, nőjön már, legyél olyan, mint voltál. Mondd hát, mit tudtál meg? Nagy Abaddon, kedves gazdám, mármint a világ igazi ura, soha többé ne legyek kutya. A tárgyra, mit tudtál meg? Követtem a kandúrt, és most már tudom, hogy minden, ami történt, csak is a fogoly pecsenye miatt volt. A fogoly pecsenye miatt, fiam? Bolondá akarod tenni a Nagy Abaddont? Nem, nagyságos és jóságos uram, soha nem vetemednék ilyesmire. A kandúr a csizmájában elment a királyhoz. A kandúr? A csizmában? Hallgass elő végig, kérlek. A kandúr, azaz, hogy Hans, ő volt az, aki az aranyat az asztalra csapta, azaz rakta, és az aranyat a kandúrtól kapta, aki a fogit a királynak. Elég, kifelé! Kandúr, király, fogoly! Mi ez az agyba veszik? De az a kandúr! Kandúr, a kandúr! Mars ki, eredj a többi kutya közé! Nagy uram, könyörgök! Mindent megtettem, amit parancsoltál. Utálom a kutyákat, kérlek, ne tedd! Kezed, lábad összemegy a minútumba, átmész újra kis kutyába. És most kifelé. Egy kandúr. Csizmában. Merci beaucoup. A Márki nevében is. Jaj, mi köszönjük, mi köszönjük. Bár kedves kandúr, lenne még valami. Add oda neki, és add át köszönetemet.
Igazából sincs egy percnyük sem. Nincsen. Megint el akarnak menni. Elmenni? Ki akar elmenni? Hát a király és a király kisasszony. Sétakocsikázni akarnak. Pedig én vasárnap a fogadóba akartam menni, hogy iszogassak és kártyázhassak. Sétakocsikázni? Nagyon rég nem tettek már ilyet. És hova készülnek? A tóhoz. Vasárnap. A tóhoz? Az ördög mindenüket. Kocsikázás, ide, oda. Mivé lenne a világ Kandúr nélkül? Hát itt vagy végre. Na, mit válaszolt? Ki mit válaszolt? Ja, új, a királylány. Persze, hogy a királylány. Beszéltél vele? Beszéltem. És? Tetszett neki a koszorú? Igen, megköszönte a növénytársulást. De nézd csak! Voilà! Ezt az apja küldi neked. Igazi arany. Arany. Aha, Minkusz, nagyon köszönöm. Na, mi van már? Talán ez neked nem de, is elég? Dehogy nem. Rosszabb vagy, mint egy hideg zuhany. Mondd már el végre, hogy mit mondott. Hogy néz ki? Biztosan szép, mint egy aranyló búzamező. Búza? Mondjé. Jaj, el ne felejtsem. Az ővé? Nem, ez macska szőr. Néhai nagyapámtól ezzel tisztogatta a fogait. Az arany már nem is olyan fontos a monsieurnek. Szép ez a nap. Szép nap? Nehéz nap ez. Ez a legnehezebb napunk, Molnárkám, mert ma vár rád a legnehezebb feladat. A legnehezebb? Mi az a nehéz feladat? Nagyon nehéz. Igazi rémálom, mondja. Mondd már. Készen állok. Ha meg tudod csinálni, akkor már ki lesz belőled, gazdag leszel, és megláthatod Fridát is. És Hubert? A bátyád problémáját is megoldjuk. Csiribí és csiribá. Na halljam. Mi a legnehezebb? Nos, ki kell menned a tóhoz. Megfürdeni. Be kell menned a vízbe, érted? A vízbe. Ez minden. Ez minden. Ennél szebb reggel nincs is, hogy megmártozzam a tóban. Ad. Na, korusdji. Nehogy túl későn érjünk oda. Túl későn? Mihez? Kocsis! Hol az a kocsi, és azonnal jöjjön, a végén még elkésünk. Elkésünk? Honnan késnénk el, hisz nem vár minket senki. Jó, de azért még fontos, hogy pontosak legyünk. Hazám? Kocsis, hol vagy már? Jó, kocsikázás, ide meg oda. Én ma a fogadóba ülnék inkább. De hát megbeszéltük, nem? Hop-hop, mielőtt elered az eső. Már miért eredne el? Néha esik a szabadban. Legalábbis ezt olvastam. Kocsis, hallod? Gyorsan, nehogy még elkésünk. De hogy késünk el? Hát, ha eleredne az eső, gyermekem. Hová ilyen sietősen, Hans? Fürdeni a tóra. A tóra? Hans, hiszen az nagyon hideg, még meghűlsz. Hans, féltelek. Miattad, miattunk, össze kell tartanunk. Vissza fogok jönni. Gondolj Hubertre, ha veled is... Velem nem történik baj. Molnárkám, mit toporogsz már? Hello? Ne félj semmit! Bonjour, nagy uram! Hans, csak nem a macskával akarsz de, elmenni. De, bízz bennem! Minden rendben lesz! Ma minden megoldódik! Hans! Gyere! Menj! Erre van? Erre hát! Milyen kellemes ez a kocsikázás. Minden sarkon valami meglepetés vár, és majd a tónál. Az egész világ érdekes, majdnem, mint a könyvekben. Na,
Ez a csizma nem méltó hozzám, rettenet! Milyen szép itt. Milyen csendes. És az ég. Az ég, az ég. Vetkőzz már le! Fürdened kell. Fürdened kell a tóban. Mint Molnár legény mézbe, és mint Márki jössz ki. Na! És ne aggódj. Legalább, amíg a víz a mellkasodig ér. Mindjárt jön a király, és jól figyelj, mit mesélek neki. És amikor kijössz a vízből, Márki leszel. Egy igazi Márki, megértetted? Én pedig közben előre szaladok, és várok rád, rátok. Abadon kastélyában. Abadon kastélyában? Hé, te mit csinálsz? Ezekre már nem lesz szükséged. A Molnár ideje immáron lejárt. Hé, Minkusz! Minkusz! A kendő! Legalább a kendőt hagyd itt nekem! Minden olyan nagy és olyan szép. Nem, papa? Szép, valóban az, gyermekem. Fáj! Miért állt meg a kocsi? Már ott is lennénk? Hm? Kegyelmes királyom, gazdám a Márki bement a tóba fürdőzni, de jött egy tolva és ellopta az összes ruháját, amit a parton hagyott. Még a hintónkat is ellopta az átkozottja. Tut-e perdű? No hát, micsoda katasztrófa. Tolvajok itt? Az Isten szerelmére. A Márki mesztelen úszkált, úgyhogy nem tud kijönni, de ha sokáig marad bent, akkor meg is fog fázni, és abba bele is halhat, mondj! Mesztelenül úszott? Az Isten szerelmére, ez igazi katasztrófa. Segítenünk kell szegénynek. De hol van a Márki? Márki úr, ne féljen! Én vagyok az! Jön a segítség! Köszönöm. Nagyon, nagyon köszönöm. Kocsi, és csinálj már valamit, hozz valami ruhát a grófnak. Élet-halál kérdés, gyorsan, gyors légy, mint a nyilvessző. Hát ma már egy perc nyugtom se lesz. Én előre sietek, a Márki kastélyában leszek. Előre megy? Miért megy ez előre? Hé, emberek! Hallgassatok ide! Mindjárt erre hajtott a király! Ha megkérdi, ki ez a mező, mondjátok, hogy Karabunkó Márkié! Megértettétek? Karabunkó! Márki úr, most már nyugodtan kijöhet a vízből. Leteszem ide a ruhákat, én meg a hintó mögé megyek. Hé, jó napot! Mindjárt erre hajtott a király! Ha megkérdi, ki ez a sok föld, mondjátok, hogy a jó lelkű Karabunkó Márkié, akit mind nagyon szeretünk. Megértettétek? Tehát a föld Abadoné, a nagy varázslói. Mondjátok utánam, Karabunkó, és nagy szerencse értiteket. Csinos fiatalember, nem? Első pillantásra igen, de még a másodikra is, úgyhogy egyetértek veled, leányom. Egy szép férfi, egy hős. Frida, viselkedj rendesen. Papa, mit képzelsz te rólam? Én csak a mintát nézegettem a hintó oldalán. A faragás, gyönyörű rajzolat. Frida, kérlek, viselkedj úgy, mint egy királykisasszony. De miért? Miért hazudnánk? Abadon megbüntet érte. Ha nem teszitek, amit mondok nektek, agyon ütlek titeket! És kutyává, macskává, egérré változtatlak! Jegyezzétek meg, Karabunkó! Kész. Uram, királyom. Kisasszony. Alázatos szolgálatára. Elragadó.
Ugyanolyan elragadó, mint az ajándéka volt. A fogoly pecsenye? Erre gondolok. Köszönöm a segítséget. Ó, ugyan már. Örülünk, hogy végre mi mondhatunk köszönetet. Hogy személyesen megismerhetünk. Gyere, hazaviszünk a kastélyomba. A kastélyomba? A kastélyomba, felség. Meghívlak titeket a kastélyomba. Erre tessék. Bizonyára itt van a közelben a kastélyod, Márki. A kastélyom? Ja, persze, nincs túl messze innen. Ó, nézd csak, micsoda mező. Kocsis, állj meg! Hé, emberek! Ki az a széna? Az uraság! Az uraság! Az uraság! Márki! Ó, az jó. Hubert, te vagy az? Én vagyok Minkusz. Vigyél el, légy szíves, a varázslóhoz, jó? Szép darab földed van, Márki uram. Hogy nekem? Ja, igen. Hű, ez aztán pazarul néz ki. Kocsi is, állj meg. Hé, kaszások! Ki ez a búzamező? A jóságos karabunkó Márkié, akit szívből szeretünk. Az jó, jó. Márki uram, szép hölgyeid vannak. És micsoda friss levegő, mindenütt. Igen, jó a levegő. Nem olyan, mint a malomban, amikor őrülik. Malom? Hogy jut ez most eszedbe? Ja, csak úgy eszembe jutott. A paraszt learatja a búzát, a molnár liszté örli, és a pék ropogós kenyeret süt belőle. Molnár, malom, ropogós kenyér, milyen költői? Ujjaj, mekkora erdő és mekkora fák. Kocsis! Hé, emberek! Ki ez a sok fa? A jóságos karabunkó Márkié! Karabunkó Márkié! A gazdagabb és legjobb Márkié! Hihetetlen, hihetetlen. Köszönöm, Hubert! Kimerészel. Engedelmeddel, nagy Abaddon hatalmasság. Jó napot, te csizmás kandúr. Hogy jöttél be ide? Tanult macska vagyok, a metamorfózis professzora, a Bolondok Tudományának Csillagakadémiájáról. Hát cicus, nincs idő. Mit akarsz? Tudós vagyok, és azt hallottam, hogy te bármikor át tudsz változni bármilyen állattá, amivé csak igen, akarsz. Igen, és téged is át tudlak változtatni bármilyen állattá, tetszésem szerint, te metamorfózis professzor. Ha egy kutyát mondasz, egy rókát vagy farkast, azt el is hiszem. Átváltoztathatlak mondjuk egy kis cicává is. Ezt kukra elhiszem, elhiszem. De hogy te át tudsz változni elefánttá, azt lehetetlennek tartom. És pont ezért jöttem ide, hogy meggyőződjek róla a tudomány érdekében. Elefánttá? Hisz ez semmiség. Retek Szilva Karaláb, mi vagyok én? Elefánt. Ah! Még ilyet! Eldobom az agyamat, annyira oda vagyok. Örülök neki. Köszönöm. Köszönöm. De át tudsz változni oroszlánná is? Oroszlánná? Mi sem könnyebb ennél. Aki erre poroszkál, nem más, mint egy oroszlán.
Ó! Oh. Ilyesmiről álmodni sem mertem volna. Meghalok a csodálattól. Ez csak új gyakorlat. Beszámolok róla az akadémián, hogy milyen hatalmas és tehetséges varázsló vagy, és milyen szép férfi. De ha lehetne egy kérésem. Tudom, unod már, de hát ez az igazi vágyam. Most gondoljuk meg, milyen állat lehet vágyaid, ne továbbja, te Molnárék macskája. A tudományról nem is beszélve. Engedelmeddel, te minden varázslók legnagyobb átváltozó művésze. Nem engedek semmit. A kutyák kedvelik a nyulat, igen. A reszkető kicsi nyulacskát. Olyat, amilyenné változtatlak. A legnagyobb csoda az lenne, ha megmutatnád, hogy olyan pici állattá is tudsz változni, mint mondjuk egy egér. Egy kis egér. Hagyd ezt a bohóckodást, Kandúr. Csili-vili karanál. Kis egér! Az utolsó kívánságom, hogy úgy mondjam, az lenne csak a nagy szám. Ilyen puha uracska, nem vagy más, mint... Nem tudsz. Tudtam. Tartottam tőle. Neked is vannak korlátaid, sajna. Hogy érted ezt? Mit nem tudok? Egy ilyen hatalmas ember nem tud egérkévé változni, hiszen ez lehetetlen. Lehetetlen? Nekem semmi se lehetetlen! Nem kell ide, te nevér! Elég lesz egy kis egér! Csodás! Kali, te szuperior! Köszönöm, Minkusz. Nincs mit, öregem. Hans, Hubert! Mondd csak, Márki uram, hogy állsz a franciával? Mondd ő... Nem beszélek franciául. Nem? Ahogy mi sem. Egy kicsit sem. Ez nagyszerű, nem? Nem igaz? Egy valami érdekelne még nagyon, Márki uram. Hogy érsz ki a gonosz varázslóval? Ő is itt lakik a közelben. Abadonra? A varázslóra gondolsz? Emberek! Ott jön a megmentőtök! A nagy Karabunkó Márki! Nos... Abadonnal végeztem. Örökre végeztem. Elzavartuk a pokol fenekére. A pokolba? Legyőzted vége a hatalmának? És ez? Ez itt a... A kastélyod? Ezek a te alattvalóid, vagy nem azok? Kocsis! Állj meg! Ez a te kastélyod? A kastélyom. Oh. Igen, az enyém. Igen, ez az én kastélyom. Igazán meggyőző. Én meg a fogadóba akartam menni. Szép ez a kastély. Illik a mezőkhöz, földekhez, erdőkhöz, Márki. Még talán nagyobb is, mint a mi kastélyunk, papa. Gondolod? Nem is tudom. Király uram? Oh. Majesté. Hát ide értek végre, gazdám, a Márki kastélyába, aki élete végéig hálás lesz a megtiszteltetésért. Igazán meggyőző. Márki uram, nem érzed jól magad? De, sosem voltam jobban. Hubert! Hans! Hubert!
Megmenekültél! Hans! Herman! Mindent nagyon jól csináltál. A Márki testvérei. Gratulálok! A testvéretek igazi hős, igazam van? Bizony, hogy az. De mennyire? Így igaz, felség. Papa? Valamit mondani akartál? Igen. Márki uram, hogy mondják ezt szépen? Amit ma megtehetsz, ne halaszd honlapra. Ezért még ma felajánlom neked a leányom kezét. Álmodom. Ez talán még nem kellene. Uram királyom, ha kérhetnék valamit. Szeretném, ha megjutalmaznád a követem, mert nélküle nem állnánk itt, mint boldogan. Ó, milyen igazad van. Királyi! Királyi hatalmamnál fogva, ezért ezennel nemesi rangra emelem. Mi is a neve? Minkusznak hívják. Születése okán a malomból való, de tettei magasra emelték. Milyen igaz? Halt hát Minkus, a Márki követe. Ha a csekészségem meghal, és a Márki foglalja el a trónomat, te legyél az első minisztere. Majesté, madarat lehet velem fogadni örömömben. Bravo! Magyar hangok. Kálid Artúr, Csankó Zoltán, Roatis Andrea, Sótonyi Gábor, Mináróvics Péter, Faragó András, Pap János, Albert Gábor, Sörös Miklós, Gubányi György. Magyar szöveg Bán Szilvia, szerkesztő Gyulai Zsuzsa, hangmérnök Farkas László, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Pannonia Sound System készítette, produkciós vezető Valger Zsófia.